Mészáros Árpád Zsolt kollégáival együtt figyeli Kirják Robert beszámolóját a színház nyári sikereiről. A teátrum igazgatója elmondta, az idén közel 10 000 néző vásárolt jegyeket a Rózsakert szabadtéri színpad előadásaira, amelyek közül 5 a színház saját produkciója volt. Az évadnyitón elhangzott, sikeres volt a Vidor Fesztivál is, a jegyeladások 2 000 000 forinttal növelték az intézmény bevételét. A rezsidíjak emelkedése nehéz helyzetbe hozhatja a színházat is. Az új évadban várhatóan a költségek 25%-át teszik majd ki a közüzemi számlák a korábbi 6-7% helyett. Legfőképpen egy nagyon sikeres évadot kell bemutassunk a nézőinknek, de ami ott van a fejünkben, az a megugró energiaárak problémájának a kezelése. Ez részben költségcsökkentéssel, részben bevételnöveléssel érhető el. Ezen nagyon keményen dolgozik a színház vezetése. Kirják Robert köszöntötte a színházban 40, 30 és 20 éve dolgozó alkalmazottakat. A társulat új tagokkal is bővült. A fiatal művészek az elmúlt 2 évadban gyakorlati idejüket töltötték a teátrumban, ettől az évadtól kezdődően pedig állandó tagjai lesznek a színháznak. Horváth Illés hívott minket, 6-unkat az osztályból, és az Édes Cseriti volt az első előadás, amiben együtt szerepeltünk, ami már rögtön egy egészen különleges élmény volt megtapasztalni azt, hogy milyen itt a közönség, milyen itt a társulat, a közösségi élet, hogy hogy szeretik egymást az emberek, hogy hogy vigyáznak egymásra, hogy hogy segítettek nekünk, amikor ide kerültünk még kisfiatal egyetemista hallgatóként, és a legcsodálatosabb dolog, hogy most már diplomás színművészként, a társulat tagjaként folytathatom itt a munkámat. Az évad első előadása szeptember 10-én a Spamelot, avagy a Gyaloggalop című musical nagy színpadi bemutatója lesz, ezt követi majd a Jó estét nyár, Jó estét szerelem a Krúdy Kamara színpadon.